Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang, ír összefoglaló műsora, a mikrofon mögött Longower Andrást hallhatják. Mielőtt belekezdenék a mai hírek ismertetésébe, szeretném megkérni önöket, hogy iratkozzanak fel az Ultrahang Plus YouTube csatornára, amennyiben ezt még nem tették meg, a csengő gomb megnyomásával pedig értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Ma június 30-a péntek van, és legelőször az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről pár szót. Óvatos taktikát alkalmaznak az ukrán csapatok. A The Wall Street Journal szerint az ukrán hadvezetés tartózkodik attól, hogy nagy gyalogsági egységeket és nyugati harckocsikat küldjön az orosz hadállások ostromára. Az ukrán védelmi erők célzottan csapnak le, hogy megpróbálják gyengíteni a megszállók védelmét – Erről ír az ukrán unján hírügynökség. A The Wall Street Journal azt is írja, hogy az ukrán erők nagy hatótávolságú nyugati fegyverekkel igyekeznek megdönteni az orosz utánpotlási vonalakat, mindeközben az ukrán erők még nem közelítették meg az oroszok védelmi építményeit, melyek mintegy tucatnyi kilométerre találhatók a frontvonaltól. Erről az Index számolt be. Attól fegyverek kerülhetnek Lengyelországba, a Lengyelország atomfegyvereket tárolhat a területén az Egyesült Államok jóváhagyásával, idézi az orosz állami média Mateusz Morawiec, ki lengyel miniszterelnököt. Erről számolt be a Sky News. Két orosz állami hírügynökség is egyaránt azt állítja, hogy a lengyelek szívesen fogadnák be a fegyvereket, válaszul az orosz stratégiai atomfegyverek Belarusba történő telepítésére. Alexander Lukasenka belorusz elnök azt mondta, hogy országa már júniusban megkezdte az orosz taktikai atomfegyverek átvételét. Erről is az Index számolt be. Furcsa csíkok voltak a Biden arcán, a Fehérház elmondta, milyen egészségügyi probléma áll a háttérben. Az amerikai elnök egészségi állapotával kapcsolatban rögtön megindultak a találgatások, ezért a Fehérház közölte, hogy Biden a közelmúltban elkezdett egy CPAP gépet használni alvás közben, az államfő már évek óta szenvedett alvás közbeni légzés kimaradással, az ettől szenvedők gyakran felébrednek éjszaka és nem tudják kipihenni magukat. Biden nemrégiben kezdett el egy gyakran alkalmazott kezelést, melynek során egy gép segítségével pozitív légúti nyomást fejtenek ki alvás közben a páciens légútjaira, egy arcra helyezhető maszkon keresztül. Az amerikai tisztviselő beszámolója szerint az elnök néhány hete kezdte el használni a gépet, hogy javuljon az alvás minősége. Az elnök egészségi állapotáról szóló dokumentumok szerint Biden már 2008-ban is szenvedett alvás közbeni légzés kimaradással, amely miatt évekkel később, 2019-ben meg is kellett műteni. Erről a hetek számolt be. Továbbra sem adja oda a Vaskupolát Izrael-Ukrajnának, mert attól tart, hogy Irán kezébe kerülne a technológia. Izrael már tavaly februárban is megakadályozta, hogy az Egyesült Államok odaadja a Vaskupola rakéta elhárító rendszert Ukrajnának. Az izraeli kormány akkor arra hivatkozva hiúsította meg a fegyver üzletet, hogy nem akar közvetlen konfrontációba kerülni Oroszországgal. Volodymyr Zelenszky ukrán elők keményen kritizálta a zsidó államot a vaskupola rendszer átadásának megakadályozása miatt. A napokban amerikai szenátorok arra hívták fel a figyelmet, hogy Izrael továbbra is akadályozza, hogy az általa amerikai pénzügyi támogatással kifejlesztett technológiát az ukrán haderő megkaphassa. Több ukrán életet menthetünk meg még ma, ha átadjuk az ütegeket, az izraeli kormány azonban komoly aggodalmai miatt megakadályozta, hogy az Egyesült Államok eljuttassa az ütegeket. Írta Alinzsi Graham republikánus és Chris Van Holland demokrata szenátor közös levelében. A politikusok hangsúlyozták, hogy nem arra kérik Izraelt, hogy a saját vaskupola rendszerét adja át Kievnek, hanem egyszerűen engedje meg az Egyesült Államoknak, hogy a sajátjaiból jutasson el Ukrajnába. A szenátorok azt is felvetették lehetőségként, hogy az izraeli kormány elhelyezhetné a vaskupola rendszert valamelyik amerikai szövetséges országba amely a saját erőink ellenőrzése és felügyelete alatt áll. Benjamin Netanyahu most úgy reagált az ukrán-amerikai kérésre, hogy azért nem akarják átadni a vaskupola rendszert Ukrajnának, mert attól tartanak, hogy a technológia könnyedén iráni kézbe kerülhetne. Fontos megérteni, hogy aggaszt minket az a lehetőség is, hogy azok a fegyverrendszerek, amelyeket Ukrajnának adnánk, iráni kézbe kerülhetnek, nyilatkozta az izraeli kormány fő a Wall Street Journalnak adott interjújában. A miniszterelnök szerint, ha ez megtörténne, akkor Irán izraeli fegyvereket vethetne be Izrael ellen. A zsidó állam annak ellenére, hogy sűrű lakot azért tudta eddig megakadályozni a sok sebesültel és halálos áldozatta járó támadásokat, mert a vaskupola megsemmisítette az országra kilőtt rakéták 95%-át. Ha ezt a rendszert Irán megkaparintaná, akkor izraeliek milliói válnának védtelenné és kerülnének veszélybe, tette hozzá az izraeli kormányfő. Erről is a hetek számolt be. A CNN szerint az eltűnt Szurovikin tábornok titokban a Wagner VIP tagja volt. Szegely Szurovikin az orosz reguláris erők tábornoka titokban a Wagner kötelékében állt, a katonai magáncég VIP tagja volt. Erről számolt be a CNN az orosz Dossier Center oknyomozó csoport által megszerzett dokumentumokra hivatkozva. Az emigráns orosz oligarcha Mihail Khodorkovsky oknyomozó projektje kiderítette, hogy Szurubikin és még legalább 30 magas rangú orosz katonai és hírszerzési tisztviselő személyi nyilvántartási számmal rendelkezett a Wagnernél, vagyis ő kis VIP tagjai voltak a szervezetnek. A CNN arról nem ír, hogy a gyakorlatban mit jelentett a Wagner VIP tagsága, Egybehangzó sajtó értesülések szerint Szurovikint őrizetbe vették, mivel előre tudhatott a Wagner zenüléséről. Családja ezt később cáfolta. lánya szerint apja jelenleg is végzi a munkáját, minden esetre a tábornok múlt hét szombat óta eltűnt a nyilvánosság elől, akkor egy videóban kérte Jevgenyi Prigozsin Wagner vezért, hogy hagyjon fel a lázadással. A tartózkodási helye azóta ismeretlen, arról a Kreml sem adott tájékoztatást. Szurovikint az orosz légierő kitüntetett parancsnokát Armageddon tábornoknak becízik a Szíriában végrehajtott kíméletlen bombázásai miatt. Ő volt az Ukrajnában harcoló orosz csapatok parancsnoka egészen idén januárig, amikor leváltották. Erről a 24.20 számolt be. Eltávolították a betonkereszteket az katona temetőből. Eltávolították a törvénytelenül felállított betonkereszteket az katona temetőből erősítette meg az MTI-nek Birtalan Sándor Csíkszent Márton polgármestere. A Hargita megyei község előjárója csütörtökön személyesen szállt ki a helyszínre, hogy megbizonyosodjon a változásról, utána erősítette meg a hírt. A törvénytelenül felállított keresztek eltávolításáról Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök is beszámolt közösségi oldalán. Azt mondta, őt a Kászani tűzoltó parancsnok értesítette a fejleményről. A maszol.ru hírportál egy helyszínen készült fotót is közzétett, amelyen a kereszteknek hűlt helye és egy Bákó megyei rendszámú kis teherautó látható. Erről a Pesti srácok számolt be. Eltörölte az egyetemi pozitív diszkriminációt az amerikai legfelsőbb bíróság. Az amerikai legfelsőbb bíróság friss döntésének értelmében a jelentkezők bőrszíne ezen túl nem játszhat szerepet az amerikai felvételi eljárásban, erről számolt be a BBC. Az új szabályozással véget vetnek egy évtizedek óta húzódó amerikai szokásnak, az úgynevezett pozitív diszkriminációnak, amely a színes diákokat részesítette előnyben a többiekkel szemben. Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy határozottan elítéli a bíróság csütörtöki döntését, amely semmiképp sem lehet végleges. Az elnök úgy véli, az Egyesült Államokban még mindig súlyos probléma a diszkrimináció ez nem egy normális bíróság, minősítette a döntésben résztvevő kilenc bíró munkáját. John Roberts főbíró azzal indokolta a döntést, hogy sok egyetem sokáig tévesen úgy gondolkodott, hogy az adott egyént nem a legyőzött kihívások, a megszerzett készségek vagy a megtanult leckék, hanem a bőrszíne alapján kell értékelni. Bár a bíróság többsége úgy véli, hogy a leginkább érintett a UNC és a Harvard egyetem hozzáállását a jó szándék vezérelte. A határozat arra is kitért, hogy nem tilthatják meg az egyetemeknek, hogy figyelembe vegyék, mit gondol egy jelentkező arról, hogyan befolyásolja az életét a fai hovatartozása. Roberts bíró úgy folytatta, a Harvard felvételi eljárása azon káros sztereotípián alapszik, hogy egy fekete diák tud olyasmit magába hozni, amit egy fehér nem. Donald Trump korábbi amerikai elnök nagy napként értékelte a döntést, végre megjutalmazták a rendkívüli képességgel rendelkező amerikaiakat írta a közösségi médiában. Erről a Montiner számolt be. Zelenszky kérdőre vonta az EU-t, mert elfelejtették elítélni Oroszországot, majd alig burkoltam Magyarországnak is üzent. I már hagyományosan nem hiányozhatott az Európai Tanács üléséről Volodymyr Zelenszky beszéde, az ukrán elnök az Európai Állam és Kormányfőkhöz intézett beszédében több fontos megállapítást is tett. Zelenszky hangsúlyozta, minél sikeresebbek most a katonáink, annál tovább nem fog Oroszország, Ukrajna és egész Európánk számára fenyegetést jelenteni, ugyanis a sikertelen agressziók a diktatúrákat mindig gyengébbé teszik, és ez az, amit most épp Oroszországban látunk. Látjuk a gyengeségüket, amelyre oly nagy szükségünk van. Jevgenyi Prigozsin sikertelen lázadására utalva elmondta, minél gyengébb Oroszország, annál inkább félnek főnökei a lázadásoktól és felkelésektől, annál inkább félni fognak minket piszkálni. Oroszországot a gyengesége fogja mások számára biztonságosá tenni, fogalmazott. Zelenszky megköszönte az EU-nak, hogy a 14. szankciós csomagban foglalkoztak a szankciók harmadik országokon keresztüli megkerülésének megnehezítésével, és megjegyezte, ezt a figyelmet meg kellene erősíteni a 12. EU-s szankciós csomagban, ugyanis azon rakéták közül, amelyeket az orosz terroristák ma az ukrajnai élet ellen használnak, sok bank kulcsfontosságú komponensek vannak, melyeket a szabad világban gyártottak vállalatok, ezt pedig nem lehet eltűrni, fogalmazott. Elsősorban azért volt hálás, hogy Ukrajna Európával bonyolított kereskedelmének és tranzitjának könnyítéseit további egy évvel meghosszabbították, hogy döntést hoztak Ukrajna hosszú távú finanszírozásáról, és hogy az Európai Parlament mindig elvszerű értékeléseket ad arról, ami történik, ezért azonnal elítélte a kahovkai vízerőgű elleni orosz terrortámadást ugyanakkor nagyon elégedetlen azzal, hogy az Európai Tanács nem ítélte el az oroszokat. Leszögezte, fontos, hogy az Európai Tanács is ítélje el ezt a rémséges orosz terrortámadást és ökocidiumot a kaofkai vízerőműnél. Szerinte ez azért fontos, mert ha nincs erős reakció az európai vezetőktől és országoktól a kaofkai vízerőműnél elkövetett orosz bűne, az arogásabbá teheti az orosz terroristákat a zaporizsiai atomerőmű kapcsán. Zelenszky alig burkolta Magyarországnak és üzent, amikor úgy fogalmazott, destruktív, hogy Oroszország sugárzási zsarolásra használ egy atomerőművet, és eközben új nukleáris egységek építéséről tárgyal EU tagállamokkal. Erről a Mondinár számolt be. Ennek közben kiderült, hogy lehet Zelenszky mégsem megy el a NATO csúcs találkozójára. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem megy el a NATO júliusi csúcs találkozójára, ha a tagállamok vezetői túl gyávának bizonyulnak, Közölte, Ihor Rovka az ukrán elnöki hivatal vezető helyettese. Zelenszky még hetekkel ezelőtt kapott meghívást a találkozóra. Zsovka a Reutersnek azt mondta, az ukrán elnök csak akkor megy el a találkozóra, ha kézzelfogható eredményekre számíthat. Az elnök nem megy el a csúcs találkozóra, ha a vezetők a bátorság hiányát mutatják. akkor, amikor Ukrajna minden bátorságával, akaratával, erejével és magas morállal küzd az orosz agresszió ellen, fogalmazott Ihor Rovka. Zelenszky és más magas rangú ukrán tisztviselők az utóbbi hetekben közölték, azt várják, hogy a júliusi csúcs Ukrajnát meghívják a nato -ba. Netanyahu előbb látogathat el Pekingbe, mint Washingtonba. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy hivatalosan is meghívást kapott Kínába. A Bloomberg szerint ennek komoly politikai következményei is lehetnek, mivel hat hónappal hivatalba lépése után sem járt még az Egyesült Államokba. Az izraeli kormány által kiadott közlemény szerint Netanyahu egy amerikai kongresszusi képviselőkből álló látogató küldöttségnek beszélt az ajánlatról, hozzátéve, hogy egy hónappal azelőtt tájékoztatta a Biden kormányt. A közlemény nem pontosította, hogy elfogadta-e az ajánlatot, de a tervezett látogatás lenne a miniszterelnök negyedik pekingi látogatása karrierje során. A kormányi közleménye azt is leszögezte, hogy Izrael és az Egyesült Államok régóta szoros kapcsolatot ápol Washington továbbra is pótolhatatlan szövetséges. Netanyahu esetleges látogatása olyan időszakban jönne, amikor Kína kezd egyre nagyobb teret nyerni a közel-keleten, miközben a régióban az Egyesült Államok egyre inkább visszaszorul. Egyes szakértők szerint Netanyahu pekingi látogatása irritálná a Biden kormányzatot. Az amerikai és izraeli kormány között márciusban robbant ki a konfliktus, amikor a tervezett igazságügyi reformot nyíltan kritizálta Joe Biden, és azzal fenyegette meg netanyahu hogy nem hívja meg a közeljövőben a Fehér Házba. szerint az amerikai elnök akkori fenyegetése végül fordítva sülhet el. Erről a Mondiner számolt be. Brüsszelbe is átterjedtek a zavargások a Párizsban lelőtt tinédzser halála miatt. Zavargások törtek ki Brüsszelben, a Franciaországban a rendőrök által kedden lelőtt tinédzser halála miatt, a belga fővárosban tíz embert előállítottak. Erről számoltak be francia lapok belga napi lapokra hivatkozva. Erről írt az MT. A beszámoló szerint a zavargások résztvevői Brüsszel belvárosában autókat rongáltak meg, utcakövekkel dobálták meg a tömegközlekedési járműveket, a megrongált buszok ablakait betörték, egy személy autó pedig teljesen kiégett a belga főváros tömegközlekedése a belső kerületben leállt, egy metró megállót is lezártak, miután az odaérkező szerelvényt is megrongálták a megmozdulás résztvevői. A főként fiatalokból álló csoportok a kiérkező rendőrökre is rátámadtak macskakövekkel, és más az utcán található tárgyakkal dobálták meg őket. A kerületi rendőrkapitányság szóvivője közölte, na délután folyamán a zavargáson való részvételre felszólító üzenek keringtek a közösségi oldalakon. Hasonlóan a francia országban zajló eseményekhez. Brüsszel belvárosának több utcáján még mindig zajlanak a fiatalok és a rendőrség közötti összecsapások. Keden Párizs egyik elővárosában egy közúti ellenőrzést végző francia rendőr intézkedés közben lelőtt egy 17 éves fiatalt, a rendőrt kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték, mivel az ügyészség szerint a busával autót vezető fiú igazoltatásakor nem volt jogos a fegyver használat. Emmanuel Macron francia elnök megmagyarázhatatlannak és megbocsáthatatlannak nevezte a történteket. A megölt fiú emlékére a csütörtökön délután rendezett menetel rendőrségi források szerint 6200-an vettek részt. A békés tüntetés a kora esti órákban káoszba torkollott, miután a felvonulók egy része randalírozni kezdett, barikádokat emelt, pirotechnikai eszközöket gyújtott, majd autókat borogatott és gyújtott fel, miközben a rendőrség könyigázzal oszlatta a tömeget. Erről a 24.20 számolt be. Nyílt levél szólítja fel a Pentagont, hogy jóvá tegye a szíriai dróncsapásban megölt civilek ügyét. A Szentkom kezdetben azt állította, hogy a csapás egy magas rangú Ákhaira vezetőt ölt meg, anélkül, hogy megerősítették volna, kihalt meg. 21 szervezet küldött levelet Lloyd Austin védelmi miniszternek, amelyben felszólították a Pentagont, hogy folytasson átlátható vizsgálatot egy május 3-i dróncsapás ügyében, amely egy civilt ölt meg egy északnyugat szíriai tartományban. A csapás indításakor az amerikai központi parancsnokság azt állította, hogy egy magas rangú al vezetőt öltek meg, de azonnali jelek arra mutattak, hogy egy civilt találtak el. A Pentagon tisztviselői később azt mondták a CNN-nek, hogy a Szentkom nem tudta, hogy kitöltek meg, amikor ezt állították. A droncsapás áldozatáról kiderült, hogy az 56 éves Lofti Hassan Misto egy tízgyermekes családapa, akit birkonyái terelése közben öltek meg. A rokonok és a szomszédok szerint nem állt kapcsolatban az Alkaidával vagy más militáns csoporttal. a terrorizmus szakértői pedig a The Washington Postnak azt mondták, hogy nincs bizonyíték arra, hogy igen. A levél aláírói között van az Amnesty International, az Air Wars megfigyelő csoport, és felszólították a Pentagon, hogy folytasson alapos vizsgálatot a csapás ügyében. Erről a The Hill számolt be. Ez volt a hírmix, az ultrahang összefoglaló műsora. A mikrofonnál Lungauer Andrást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak!